Sikerült újra elindítani az ifjúsági garancia programot. Az országos szakmapolitika egyik legfontosabb eleme, hogy a fiatalok kapjanak lehetőséget bekapcsolódni a munkaerőpiacra, mondta Horváth Zoltán a Baranyavár megyei kormányhivatal főispánya. Van több hátrányos helyzetű célcsoport, gondolok itt a tartósan állást keresők, mondjuk aki már 12 hónapnál több ideje nem talál munkát, gyesről, gyedről, a munkaerőpiacra visszalépők, az 50 éven felüliek is, mint hátrányos helyzetűek a szakma megítélése szempontjából, de a kormányzat külön is foglalkozik a fiatalokkal, mert azt látjuk, hogy a körükben a legnehezebb elhelyezkedni a munkerőpiacon, az álláskeresők legnagyobb száma az ő célcsoportjukban kerül ki, ezért örülünk, hogy a Vármegyékben közel 4,6 milliárd forint értékben indul el az ifjúsági garancia program, amelyet a magyar kormány és az Európai Uniós társfinanszírozás keretében tudunk elindítani. A támogatói összeg vissza nem térítendő. A szolgáltatás portfólió itt is nagyon tág. Új szakmát is tanulhatnak a fiatalok, és a tanulási idő alatt bértámogatást közlekedése szintén hozzájárulást biztosít Baranya vármegye, tette hozzá főispán ha őket felveszi egy munkáltató, akkor nagyon magas támogatás intenzitással, akár három hónapra egy munkakipróbálást teljesen le tudunk finanszírozni. Ezek a programok eddig is sikeresek voltak. A Covid és az ukrán-orosz háború miatt kialakult munkerőpiaci helyzetben, ahol sajnos az álláskeresők száma megnövekedett országosan is is a megyénkben is, fontosnak tartjuk, hogy ezek a programok támogassák a fiatalokat, támogassák a Baranya Vármegye gazdaságát, ezzel is hosszú távon biztosítva a megfelelő munkaerőt ehhez a gazdasági fejlődéshez. Több ezer fiatal nyáron is dolgozik, két-három hetet, de olyan is van, aki a teljes nyarat ledolgozza. Mindezeket a Baranya-Vármegyei Kormányhivatal támogatásával tehetik meg. Ezzel is segítjük a fiatalokat, hogy megismerjék, milyen is dolgozni a mindennapokban. Úgyhogy örülünk, hogy ezek a programok újból elérhetőek itt a vármegyeinkben. A programról és a támogatásokról bővebb információ a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain kérhető, ahol a kérelmek is benyújthatók. A részletekről a www.munka.hu oldalon, valamint a kormányhivatal.kh.gov.hu oldalon érdemes tájékozódni.